nem a méz a fő tápláléka ennek az állatnak, hanem édes gyümölcsökkel és nektárral táplálkozik. Elfogyaszt még emellett akár tojásokat, fiókákat, férgeket is, úgyhogy amihez hozzájut, az mind le tud nekik csusszanni. Ugye nála a méz az nagyjából olyan, mint nekünk a csokoládé mértékkel, de ugyan tudja fogyasztani, ellenben az egészségének nem biztos, hogy ez jót tesz. Van még egy elnevezés ennek az állatnak, az pedig nem más, mint farksodró. Ugye Dél-Amerikában az esőerdőben lombkorona szinten közlekedik ez az állat, ide pedig minden egyes végtagra szüksége van, úgyhogy onnan jött a második elnevezése, hogy a farkával kapaszkodik, rá tekeri ezt felületekre, ahogy most is lehetett látni, hogy Szandi kezében is kapaszkodott a farkával a kis macin. És van még egy neve, ami nem más, mint kinkajú, ezt a származási helyén szokták inkább használni, viszont macit meg is kérjük, hogy menjen vissza a helyére, és hogyha nem lett volna elég a látványa, akkor anyukája és apukája is itt lakik nálunk az állatkertben, ugyanis ő már itt született a győri állatkertben, őket pedig egyébként itt a szomszédos terráriumházban lehet megtekinteni.